Tisztelt hölgyeim és uraim, kedves megjelentek! Két dologról fogok beszélni. Először is arról, hogy mi is az a világörökség, és ennek védelme hogyan illeszkedik a konferencia során megismert védendő értékek körébe. Illetve arról, hogy mi is az, hogy örökség, és mi az, amire utal ez a szóhasználat. Az előadás második részében pedig szeretném egy kicsit visszaterelni önöket a mi kis ingoványos területünkre, az emberen kívüli létezők jogokkal való felruházásának területére, és megpróbálni választ vagy javaslatot adni azokra a kérdésekre, amik itt a két nap folyamán felmerültek, mint lehetséges akadályai egy ilyen szemléletmódnak, megközelítésnek. Tehát a világörökségről beszélek először. Sok szó esett a két nap folyamán arról, hogy az ember saját magán kívül mi mindent szeretne még megvédeni. Így elsősorban olyan emberek jogait, akik még nem is léteznek, a természetes, illetve mesterséges környezetet, mint erőforrást, lakóhelyet, esztétikai örömök forrását, illetve bizonyos állatokat. Ahhoz, hogy ez a kép teljes legyen, szólnunk kell az ember kulturális, szellemi igényeinek kielégítését szolgáló javak védelméről is, illetve az erre irányuló törekvésről, ez pedig a világörökség védelem, illetve ennek egy nagyon jelentős képviselője eleme. A világörökség eredetét tekintve egy nemzetközi jogi koncepció, innen került bele például a magyar jogba is. Azon alapul, hogy egy olyan vélekedésen alapul, hogy bizonyos természeti, illetve kulturális létezők kiemelkedő egyetemes értékkel rendelkeznek, és ezért meg kell azokat őrizni, és lehetővé kell tenni a további generációk számára is, hogy megismerjék, illetve a jelenlegi generációk számára is. Az Egyesült Nemzetek Oktatási, Tudományos és Kulturális Szervezete ezért 1972-ben megalkotta a világ kulturális és természeti örökségének védelméről szóló egyezményt. Ez az egyezmény ez 3 év múlva hatályba is lépett, Magyarországon pedig 1985-ben került kihirdetésre. Az UNESCO-nak majdnem valamennyi tagja részese az egyezménynek is, összesen 3 állam nem részese. Az, hogy mik is ezek a védendő dolgok, amikről szó van, ezek a világörökségi elemek vagy helyszínek. Ezek lehetnek kulturális örökség kategóriába tartozók, illetve a természeti örökség kategóriába tartozók. Az előbbibe emlékművek, épületegyüttesek, emberi alkotások, illetve emberi és természeti alkotások tartoznak. A második kategóriába pedig, hát nem meglepő módon, biológiai és fizikai alakulatok, így hívja őket a jogszabály, tehát magyarul élőlények, illetve fizikai, földrajzi, környezeti elemek, tájak, és külön kiemelik a veszélyeztetett élőlények élőhelyeit. Ugye a védelem alapja, illetve célja az az, hogy a kiemelkedő egyetemes értéket képviselő dolgokat válasszák ki. Nyilván ezek az ember számára jelentenek kiemelkedő és egyetemes értéket, és kiemelkednek azért, mert hozzájuk hasonló jelenségektől is meg lehet őket különböztetni, történelmi, esztétikai, antropológiai, tudományos, illetve kulturális jelentőségük folytán. Másrészt pedig egyetemes ez az érték, mivel túlmutat az adott nemzet határain, akár ténylegesen területét tekintve is, akár olyan értelemben, hogy a jelentősége teszi ilyen egyetemessé. Az egyezmény lényege az az, hogy azt mondja, hogy ezeket a különleges helyszíneket össze kell írni egy listára, és nemzetközi segítségnyújtást is alkalmazni kell ahhoz, hogy ezek mindenképpen megmaradjanak.
Tehát egy jegyzéket állítanak össze ezekről az értékekről. A jegyzékbe való bekerülést azt az adott államok kezdeményezik, akiknek a területén ez a helyszín van. Arról, hogy ki kerül, vagyis hát mi kerül bele a jegyzékbe, erről egy kormányközi bizottság dönt, ez a Világörökség Bizottsága, ami az UNESCO szervezeti keretein belül működik. Illetve ez a bizottság még ezen kívül intézi a nemzetközi segítségnyújtással kapcsolatos kérdéseket, illetve vezeti és nyilvánosságra hozza ezt a listát. Most kérdés az, hogy miért jó rajta lenni ezen a jegyzéken. Ez azért jó, mint említettem, mert egyrészt a nemzetközi segítségnyújtást, vagy arra való igényt alapoz meg. Már nem mintha egyébként egy ilyen nemzetközi szerződés nélkül nem lehetne nemzetközi segítséget kérni, de ugye mindent szeretünk belepakolni a jogba, és itt is sikerült. Viszont azért is jó, mert ismertséget ad a helyszínnek, és ezáltal növeli a nemzeti büszkeséget, vagy akár mondhatjuk azt, hogy az államnak azt az érzését erősítheti, hogy egy nagyobb közösséghez, az emberek egész közösségéhez tartozik. Természetesen kötelezettségekkel is jár a listára való felkerülés. Fenn kell tartani, be kell mutatni, meg kell őrizni ezeket a helyszíneket, és ez a kötelezettség elsősorban arra az államra hárul, amelyiknek a területén található az adott helyszín. Tehát az egyezmény eredeti célja az az volt, hogy a nemzetközi szolidaritásra alapozzon, illetve azáltal, hogy közösnek mondja ki ezeket az értékeket, összefogásra serkentse az államokat, és megóvja különösen a veszélyben levő helyszíneket. Azonban idővel, ugye már 40 éves lesz idén ez az egyezmény, az eredeti cél az fokozatosan háttérbe szorult, és majd, hogy nem egy presztízs kérdéssé vált, illetve versengés tárgyává az, hogy ki, illetve milyen helyszín kerül fel a listára. Így mára már jóval több helyszín szerepel rajta, mint amennyit eredetileg az egyezmény létrehívóit satszoltak, hogy körülbelül mennyi érték létezhet a világban, ami egyetemes és kiemelkedő. Ők egy olyan 100-ra gondoltak, jelenleg ennek több mint 9-szeresen szerepel a listán. Az egyezmény tehát ilyen értelemben sikeresnek mondható, olyannyira, hogy az utóbbi években annak a lehetősége is felmerült, hogy esetleg a saját sikere maga alá fogja temetni, ugyanis a hírnév és a népszerűség által eléggé megnőtt ezeknek a területeknek a vonzereje, a turisztikai vonzereje. A turizmus pedig sokszor túlhasználathoz vezethet, illetve hát az idegenforgalomra ráépülő szolgáltatások és szolgáltatók megjelenéséhez. Holott az eredeti cél, ugye, vagyis hát a cél az lenne, hogy azt az állapotot őrizzék meg, ami miatt kiérdemelte a védettséget a helyszín. Ezen kívül ugye minél több elem szerepel a listán, annál kevesebb jut a világörökségi alapból azok védelmére, ugyanis az egyezmény egy ilyen alapot is létrehozott, amiben egy nem túl magas összeget fizetnek be a részes államok, ez az UNESCO tagdíjuk 1%-a egyébként évente. Ugyanakkor az is felmerül, hogyha valami lemarad a listáról, elutasították a felvételt, akkor esetleg ez azt jelenti, hogy az értéktelen. És természetesen nem jelenti azt, ezt az egyezmény is kimondja így szó szerint, de ugye hajlamosak vagyunk fekete-fehéren gondolkodni időnként, tehát ami nem kiemelkedő egyetemes érték, az akkor már annyira talán nem is értékes. Magyarországnak 2011 óta van saját világörökségi törvénye is, ami nem általános a részes államok körében, sőt igazából csak 4-nek van még rajtunk kívül. Ugyanakkor ez se kötelezettség nem volt, ugyanis az egyezmény nem tartalmaz explicit jogalkotási kötelezettséget, sem pedig ugye nem mond arról semmit, hogy milyen minőségű és mennyiségű a védelem egy adott államban. Annyit mond ki az egyezmény, hogy a részes államok a legnagyobb mértékben törekszenek majd arra, hogy megtegyék ezen helyszínek megőrzéséhez, kijelöléséhez, fenntartásához és bemutatásához szükséges megfelelő intézkedéseket, pénzügyi, intézményi, szervezési és többek között jogi.
Hát ez a legnagyobb mértékű törekvés vezetett Magyarországon oda, hogy megszületett ez a törvény, és 2012-ben hatályba lépett. Ugyanakkor nyilván 1985 és 2012 között is voltak kiemelkedő egyetemes értéket képviselő helyszínek Magyarországon is, és ezek védelmét a nemzeti jogszabályok oldották meg, úgy, mint a kulturális örökség, illetve előtt a műemlékvédelmi törvény, a kulturális örökség védelméről szóló törvény és a természetvédelmi törvény. Azért, hogy a jogalkalmazók és egyéb emberek életét ne egy újabb párhuzamos szabályozás keserítse meg, vagy nehezítse, ezért a magyar törvény azt a megoldást alkalmazta, hogy nem hozott létre egy újabb védettségi kategóriát, hanem eleve csak olyan helyszínt lehet nevezni erre a listára, ami már itthon vagy természetvédelmi, vagy pedig kulturális örökségvédelmi védettséggel rendelkezik. Gondolom mostanra már mindenkit nagyon feszít a kérdés, hogy hogyan lehet megoldani ezeknek az értékeknek a védelmét. Ezért most a védelem eszközeit is bemutatom nagyon röviden, vagy inkább csak felsorolom. Először is fontos, hogy nem csak megőrzésről van szó, hanem ez egy fenntartó, értékmegőrző rendeltetésnek megfelelő használatot is jelent. Tehát meg kell tartani abban az állapotában, és nem csak restaurálgatni, hanem működő állapotban tartani. Az, hogy bekerül egy helyszín ebbe a jegyzékbe, az már a nyilvánosság ereje által is egy védelmet biztosíthat neki, ugyanis kirakatba kerül, és ezáltal odafigyelnek rá az államok, emberek, és ezáltal már nem lehet bármit megtenni vele. Egyébként volt arra is példa, hogy töröltek a listáról egy helyszínt, maga az állam kérte, hogy töröljék, mivel más célra valamilyen nyersanyagot akart kitermelni onnan, és ezért inkább levetette a listáról. Tehát a világörökségi helyszínek számára egy kezelési tervet kell készíteni, ezt az állam készíti el, és ezt egyébként a magyar jogszabály írja elő, tehát ez nem az egyezményből származik, és éppen ezért nálunk még ezek nem is készültek el, mivel csak 2012-es a törvény, majd csak 2013. január 31-ig kell elkészíteni. A kezelési terv fogja a különböző korlátozásokat, teendőket tartalmazni többek között. A helyszín kezelésében úgynevezett világörökségi gondnokságok fognak segíteni. Ezek nem hatóságok, nem az állam szervei lesznek, illetve nem is maga a tulajdonos lesz a gondnokság, hanem ezt kérdeztem olyan embereket, akik ehhez értenek és ezzel foglalkoznak, nem tudták még pontosan megmondani, hogy mi lesz ez, mert ez majd egy törvényhez készülő végrehajtási rendeletből fog kiderülni. Egyébként a kultúráért felelős miniszter fogja kiválasztani őket június végéig, azt hiszem, hogy július elejéig, igen. És ezen kívül, amit említettem, a védelem eszköze a nemzetközi segítségnyújtás, illetve az, hogyha az alapból pénzügyi támogatást igényelnek. Ugye egy ideje már működik ez az egyezmény, és ezért felismerültek különböző gyakorlati kérdések az alkalmazásával kapcsolatban. Például az, hogy baj-e az, hogy a különböző régiók a világban, mert hogy 5 régióra osztották föl a világot, és ezek a különböző régiók nem egyenlő arányban vannak képviseltetve a jegyzékben. Valószínűleg, hogy nem baj, mert hogyha ennyi van a kiemelkedő egyetemes értékből, és feltételezzük azt, hogy igazságos a jegyzékbe való beválasztás, és egyébként a kritériumok előre meg vannak határozva és nyilvánosak, tehát feltehetjük, hogy demokratikus a listára való felkerülés eljárási rendje. Tehát ennek alapján én szerintem nem baj az, hogy nem ugyanannyi érték kerül ki minden régióból. Ez hasonló kérdés az, hogy baj-e az, hogy sokkal több kulturális örökségi elem van, mint amennyi természeti elem. Valószínűleg ez sem baj. Mert nincs korlátozva, hogy miből mennyi lehet. Ezzel kapcsolatos kérdés, hogy kell-e húzni egy felső határt, hogy most már elég többet nem veszünk be a jegyzékbe, már csak
azért se, hogy ténylegesen azokat a forrásokat fel lehessen használni, amiket erre szántak, hogy ne aprózódjon el teljesen. Itt a szakemberek kétféle koncepcióval dolgoznak. Az egyik az az, hogy mint ahogy Noé válogatta a jószágokat a bárkájára, dolgozzon így is a kulturális örökségi elemek tekintetében a Világörökség Bizottság, és csak a legreprezentatívabb elemeket vegyék most már föl. A másik megoldás az pedig a vörös vonal megoldásnak nevezett út, ott pedig ez főleg a Noé bárkája, ez a természeti örökség elemeire vonatkozik, rosszul mondtam, és ez a vörös vonal vonatkozik a kulturális örökségi elemekre. Tehát itt egyszerűen húznak egy vonat, hogy nem fér bele több. A legfontosabb felvetés azonban az, hogy nem kellene-e inkább a már listán levő helyszíneket megvédeni, és arra koncentrálni, hogy ide összpontosuljon az energia, és nem pedig arra, hogy hogy lehetne már újabb elemeket fölvenni erre a listára. És valószínűleg ez lehet a további bője ennek az egyezménynek, hogyha megáll a mennyiségi szintnél most már, ahol van, és tényleg a funkcióra koncentrál. Ezek után nagyon röviden fölvettem azt a kérdést, hogy mit is jelent az, hogy örökség. Ugye a jogban az örökség az a hagyatéknak, vagyis egy elhunyt személy vagyonának az a része, ami egészként, egy egységként száll át elhalálozásával az örökösre. Ugye örökölni, legalábbis a magyar polgári jog szabályai szerint tulajdonjog tárgyait lehet. És ezek szerint ezek a kiemelkedő egyetemes értéket megtestesítő élő és élettelen dolgok az ember tulajdonát képezik. Ez egyébként összhangban van a természetvédelmi, illetve a kulturális örökségvédelmi törvénynek a preambulumával, amiben ki is mondja, hogy ezek a környezeti és természeti értékek, ezek a nemzeti vagyon részét képezik. Tehát, ha nem a jogi fogalmat tekintjük, akkor nyilván az örökség lényege az a folyamatos továbbadódás. És ez volt a részes államok célja is vélhetően, hogy ezt a továbbadódást biztosítsa. De akármilyen értelemben nézzük is, a szóhasználat, a szóválasztás, a névválasztás az nem lehet véletlen, és az azt kísérő viselkedés, és kifejezi a részes államoknak azt a felfogását, hogy ennek a, ezeknek a javaknak a virtuális tulajdonos társainak tekintik magukat. Abban, hogy honnan eredeztetik ezt a tulajdonjogukat, én nem kívánok belemenni, azonban szerintem már ez a gondolati felvetés is nagyon jól megmutatja az embereknek azt a naív hitét, hogy mindennek ők a tulajdonosai itt. Tehát erről már a tegnapi és a mai nap folyamán is nagyon sok szó esett, és valószínűleg senki nem kérdőjelezi meg azt, hogy tulajdonosnak tekintik magunkat, vagy tekintjük magunkat. Most pedig a másik részére szeretnék rátérni az előadásnak. Több kérdés vetődött föl. Ugye az első, vagyis először nem tudom, hogy mindenki elolvasta-e a deklarációt, de eddig még végül is nem is mondtuk ki, hogy miről beszélünk. Mert ebben a kis deklarációban annyi van megfogalmazva, hogy minden létezőnek joga van a létezéshez, joga van a világhoz, ami pedig annyit jelent, hogy tulajdonképpen az ökoszisztémában betöltött helyét vagy funkcióját kiteljesíthesse. A harmadik az pedig a joga háborítatlansághoz, hozzátéve, hogy az aránytalan, szükségtelen és felelőtlen háborítatlansághoz. És ezen kívül pedig kimondja azt a negyedik cikkben, ami egyben az utolsó cikke is egyelőre, hogy a beavatkozó, tehát aki jogokat gyakorol, az felelősséggel tartozik. Tehát ezeknek a vitáknak ilyen szempontból nincs olyan borzasztó nagy
tétje, tehát itt nem olyan dolgokat mondunk ki, hogy akkor most hogy fog valóban szavazni majd a platánfa, hogy hogy oldjuk meg, hogy ő is ott legyen és képviselje az érdekeit. Itt a minimumról van szó. Minden esetre felvetődik jogosan az a kérdés, hogy az embereknek adjunk-e, vagy az emberekre tegyünk-e kötelezettséget, vagy feljogosítsuk a létezőket. Nyilván jogtechnikailag egyszerűbb az a megoldás, hogy magunkat korlátozzuk. Viszont éppen az a hibája ennek, hogy azt az erkölcsi alapállás változtatást nem tartalmazza és nem fejezi ki, ami a célunk. Tehát nyilván könnyebb korlátozni magunkat, meg lehet, hogy a valóságot, tehát a gyakorlatban hatékonyabb is lenne, de ha már a jogeszközeivel kívánunk élni, és ha már arról beszélünk, hogy meg kell változtatni az alapállást, akkor változtassuk meg így. És azzal, hogy lemondunk a tulajdonosi pozíciónkról, azzal tulajdonképpen azt ismerjük el, hogy a többieknek is önmaguknál fogva értékük van. Szerintem ez ennyire kicsi dologról szól. És éppen ezért nem azért kell jogokkal felruházni a többieket, mert hozzánk hasonlóak intelligenciában, szenvedésre való képességben, vagy bármi egyébben, hanem pusztán azért, mert ők is léteznek, és a létezésben egyenlőek vagyunk. Igen, a második kérdés az a jogalaniság kérdése. Ugye, mi lehet jogalany? Fontos valóban tisztázni a fogalmakat és a kereteket, illetve lefektetni az axiómákat, mielőtt jogalkotásba, vagy végül is bármiféle cselekvésbe, vagy közös munkába kezdünk. Ez a jogalanyiság ugye azért olyan nagyon fontos a jogászoknak, mert ők mindig pontosan tudni akarják, hogy kiről beszélünk. Mert különben egyébként egy parttalan vitába mehetünk bele. A jogalanyiság tekintetében a jog alapvetően két irányzattal rendelkezik, már ahogy én érzékeltem. Az egyik az az, hogy nem maga az ember a jogalany, hanem a személy. És akkor a jog elkezd azzal foglalkozni, hogy mi is az, hogy személy. Ennek a kritériumaként a jogalanyiságot szokták megállapítani, ami pedig ugye annyit jelent, hogy jogok és kötelezettségek alanya lett. Tehát egy kicsit ilyen fából vaskarika ez az egész, de a lényeg az, hogy a jogképesség jelenleg az ezen irányzat szerint a személyiségnek a kritériuma. Az pedig, hogy ki jogképes, nyilván az állam dönti el, illetve a jogalkotó. És ugye azt is tudjuk, már számtalanszor elhangzott, hogy igenis képes kezelni a jog a nem emberi jogalanyoknak a kérdését. Tehát még nem létező dolgok kérdését is, ahogy ugye például a KRT meg az adóhatóság sem létezik. És fizikailag, igen. És a modern természetjogi felfogás ezzel szemben azt mondja, hogy az embert eredendően megilletik bizonyos, a legalapvetőbb jogok. És ez azt mondja, hogy a keletkezés jogi ok arra, hogy jogai legyenek. És azt akarom ezzel érzékeltetni, hogy a vita az folyik. Tehát ezek nem lezárt kérdések. És a jelenleg győztes megoldás, ugye, az is elég meglepő, ha belegondolunk, legalábbis már a sokat emlegetett méhhangzat tekintetében, ugyanis azzal a fikcióval él a jogunk, hogy a megfogant ember nem ember. Ugyanis azt mondja, hogy minden ember jogképes, de a magzat az mégsem az, csak hogyha élve születik. Persze, akkor így visszamenőleg ezt is tudja kezelni a jog, hogy most még nem, de majd, ha megszületik, akkor igen, és akkor visszamenőleg rendezni kell a jogviszonyokat. Tehát ezek nem olyan szörnyen megoldhatatlan problémák. Tehát egy perc. Akkor ebből még azt emelem ki, hogy itt jogtechnikai kérdésekről van szó az egyik oldalon, a másik oldalon pedig erkölcsi elköteleződésről, és arról, hogy ezt írásba ismerjük adni, jogba magyarul. És valójában az sem jelent akadályt szerintem, hogyha nem bírjuk eldönteni, hogy most adjuk ezeket a jogokat, vagy elismerjük, hiszen
a jog fogalma magában az, legalábbis ahogy mi tanultuk, azt mondja, hogy olyan magatartási szabály, amit az állam alkot vagy elismer, tehát tovább nem is mondom, tehát benne van a jog fogalmában már ez, hogy nem kell ezen feltétlenül gondolkodni, hogy adjuk vagy elismerjük. Aztán nyilván nagyon fontos probléma a kikényszeríthetőség kérdése. Az, hogyha valakit feljogosítunk, akkor az önmagában nem elég, mert csak felesleges további szabályok születnek. Itt a képviselet kérdését kell megoldani, például a jövő nemzedékek biztosa is ilyen érdekeket képvisel, mert ugye ezt hasonló érdekeket, vagy az említett világörökségi gondnokság. És végül az utolsó kérdés az az, hogy mikor lesz már ebből az egészből valami. Ugye elhangzott arról is, hogy akár 80-100 év is kellhet ahhoz, hogy egy ilyen jogfejlődés gyümölcsöt hozzon, ugyanakkor Viktor tegnap mondta, hogy már sokan türelmetlenek vagyunk, és éppen ezért az első választ azt nem is mondom, mert az annyi, hogy valaki tegye magáévá a deklarációt, aztán legyen belőle nemzetközi szerződés, és utána tartassuk be. A másik válaszom az ennél jóval egyszerűbb, és arra hívja fel a figyelmet, hogy ilyenkor, mikor ilyen deklarációkat vagy jogokat kinyilvánítunk, akkor mindig egy kicsit ilyen olyan állapotban vagyunk, hogy kiléptünk a magunk kereteiből, és nem emberi szemmel megpróbálunk rátekinteni a többiekre. Aztán utána deklaráltunk, megéhezünk, hazamegyünk, és ugyanúgy nyitva hagyjuk a csapot, folyatjuk a vizet, meg lecsapjuk a legyet a konyhában. És éppen ezért én azt szeretném mondani, hogy ez ne így folytatódjon, ezért előzzük meg a jogot, és kezdjük el kialakítani a kis szokásjogunkat azzal, hogy tiszteletben tartjuk a többieknek ezt a pár alapvető jogát. Köszönöm szépen!